Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. Szerda van, nagyon sajnálom, hogy vasárnap nem volt videó, viszont azért nem volt, mert a most szerdait tartogattam nektek. Nagyon furcsa, de szerda van és lesz egy ilyen edzésverseny Azelhofban, ami az egyik legnagyobb ilyen lovasközpont itt Belgiumban, úgyhogy most oda fogunk menni. Kivettem egy szabadnapot, az egyik versenytársammal és Patrikkal megyünk, és remélhetőleg végig magammal tudlak titeket vinni. Tehát ahogyan ezt az intróban már legalább háromszor elmondtam nektek, szerda van, és egy gyakorlatilag versenyszimuláció van itt Azelhofban, ami azt jelenti, hogy mivel amatőröknek még nem rendezhetnek versenyeket, ezért egy ilyen edzésszerűséget, hát egy, ahogy mondom, egy versenyszimulációt csinálnak, nincsen helyezés, nem mérik az időt, egyszerűen felraktak egy pályát, és egymás után be kell menni, végig kell csinálni. Annyi a különbség, hogyha elsőre nem sikerül, akkor utána kettő számmal később még egyszer újra próbálkozhat. És hogyha minden jól megy, és újra kezdődnek majd a versenyek, akkor itt már 2-3-4 csillagos versenyeken is részt vehetünk. Ugye Azelhof, ahogy ezt már szintén említettem, az egyik legnagyobb ilyen lovas központ Belgiumban, nagyon-nagyon rangos versenyeket szoktak itt szervezni. Majdnem 2 óra tőlünk ez a hely, ugye lószállítóval, viszont a hely nagysága miatt és a szépsége miatt mindenképpen el szerettünk volna jönni. Ez a versenyszimuláció, ez az edzés, ez abszolút egy remek alkalom volt arra, hogy a lovakkal megismertessük ezt a gyönyörű, híres pályát, hogyha legközelebb majd jövünk, és itt már verseny lesz, akkor ismerjék, és ne legyen semmi váratlan dolog, amitől egyszerűen megijedhetnek. Majd a kamion hátuljából kéne a pálcám. Aha. Majd, ha levettük a lovat, nem? Majd azután? Mindegy. Vagy most? Mindegy. Jó. Szeretném kiemelni, hogy papi társa már leszállt egy ideje a kamionról, és a ló még mindig annyira türelmesen áll és várja, hogy készen legyek vele, hogy kiszálljunk. Abszolút nem toporzékol, nem hisztizik, teljes mértékben tisztel, nem tapos el. Egyszerűen el voltam ájulva tőle, hogy kis fiatal csődör létére ennyire cukorfalat és ennyire türelmesen várja, hogy szálljunk le a kamionról. Ami Azelhofban nagyon tetszik nekem, nekik egy külön felületük van, hogy beiratkozz a versenyekre, kb. Az összes többi lovas helyszín egy weboldalon van összecsoportosítva, Azelhofnak van egy külön felülete, és amikor beiratkozol bármiféle versenyre vagy edzésre, kiválaszthatod, hogy hanyadikként szeretnél indulni. Ez máshol abszolút nincsen, és nyilván egy picit változik a sorrend, de nagyságrendileg ott leszel, ahova szerettél volna alapból esni. A barátnőmmel 90 centiben indultunk, és végül én mentem még egy métert is, és direkt úgy kértük magunkat, hogy a 90 centi végén legyünk, utolsók legyünk. A 60 indulóból 58 és 59-ek voltunk, és utána az egy méterben én direkt az elsők közé kértem magam, hogy ne kelljen sokat várnunk.
és az egy méterben pedig harmadikként indulhattam, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen létezik-e Magyarországon, amikor az ember beiratkozik versenyekre, de abszolút jó dolognak tartom ezt, hogy kiválaszthatod, hogy hanyadikként szeretnél menni. Több videó alatt is már megfordult tőletek az a kérdés, hogy mi az a maszk papi fején, ami eddig szürke volt, most pedig egy fekete, ugyanilyen maszk van rajta. Ebből majd szeretnék egy külön videót csinálni nektek, viszont azt szeretném kiemelni, hogy ez a maszk ez tényleg rengeteget hozzá tud adni a ló koncentrációs képességének a kihasználásához. Tehát lehet egy lovad, aminek nagyon jó agya van, de hogyha egyszerűen nem tud koncentrálni, és nem tud fókuszálni a dolgára, akkor nem tudod ezt a jó agyat kihasználni. Nos, én abszolút úgy érzem, hogy ez a maszk, ez minket ebben nagyon-nagyon előre segített. Papi az egész utazás alatt hordta ezt a maszkot, tehát majdnem 2 órán keresztül a futóban rajta volt, és végig ezen az edzésen is rajta volt. Abszolút kiegyensúlyozott volt, és majdnem 100%-ban rám figyelt a ló, tehát ahhoz képest, hogy fiatal, és most volt először ezen a helyen, teljesen el voltam tőle ájulva, abszolút jól dolgozott, odafigyelt, és nagyon jó eredményekkel tértünk haza. Amit tudni kell a versenytársamról, ő Juliet, 15 éves, és egy 5 éves kis lovacskája van, nagyon-nagyon jó és tehetséges lóról van szó. Szóval egyébként életében most volt először így vele külsős helyen, versenyszituációban, és ahhoz képest tényleg nagyon jól mentek. Aston egyébként egy nagyon-nagyon hosszú ló, és elég erős szája van, úgyhogy a kis pálcika csajszihoz egy viszonylag erős ló, de azt kell, hogy mondjam, hogy összességében nagyon-nagyon jól boldogul vele, még rengeteg munkájuk van természetesen, és össze kell csiszolódniuk, de abszolút egy belevaló tehetséges kis csajszi, és nagyon szépen végigment 2-szer is a 90 centis pályán. Ennek a pályának Stefex Arena a neve, ugye, amint már említettem, rengeteg rangos versenyt szoktak itt megrendezni. Hátul az a 4 csúcsos fehér sátor a VIP részleg, ami egyébként ilyen szeles időben elég félelmetes a lovaknak. Az a sok-sok szponzor plakát is gyakorlatilag döngetődik össze-vissza így a szélben, és az is elég félelmetes tud lenni. Illetve itt a másik oldalon pedig egy autóút van, és rengeteg zászló, amit szintén fúj a szél, és szintén nagyon félelmetes tud lenni. Mind a két ló nagyon-nagyon szépen és bátran végigment, és egy pillanatig nem hezitáltak, és nem ijedtek meg semmitől, úgyhogy nagyon büszke vagyok tényleg mind a kettőjükre. És akkor itt el is indultunk papival a 90 centis pályán, az első 2 akadályon nagyon szépen végigmentünk, szépen jöttek a távolságok is, ugyanúgy a harmadiknál, itt egy tört vonalon megyünk a Stefex akadályokra, nagyon szépen átmentünk rajta. Egyébként a 90 centi után szólt Patrik, hogy ezeken a vonalakon nem tolom eléggé előre a kezem, és mivel egy elég erős szabla van papi szájában, ezért nyakban nagyon visszafogom, és nem tudja rendesen használni a hátát. Ezt az egy méteren majd nagyon szépen kijavítom egyébként. Tehát meglepő módon így a 90-ben az összes távolság szinte tökéletesen jött, pedig ez volt a legnagyobb félelmem, úgyhogy nagyon jó iramban vágtáztunk, nagyon büszke voltam, nagyon-nagyon nagy vigyorral jöttem le a pályáról. Egyik akadályt se nézte meg papi, pedig emlékezhettek, hogy amikor Ankurban voltunk Krisztellel, akkor egy-két akadályt azért eléggé megnézett, és meg is torpantunk. Ettől egy kicsit tartottam, de hála a jó Istennek semmi ilyen nem volt.
A 90 centi után rögtön végigment a traktor a pályán, feljebb emelték az akadályokat, és már kezdhettünk is, úgyhogy papinak nem volt ideje kihűlni, éppen csak annyira, hogy lenyugodjon a 90 centi után. Sajnos, mivel rég voltunk ilyen intenzív edzésen, hogyha ezt lehet így mondani, hamar elfáradt papi, és én pedig nem támogattam eléggé. Tehát az egy métert viszonylag jól kezdjük, megyünk rá a harmadikra, itt még továbbra is jól jönnek a távolságok. Itt látható majd, hogy milyen szépen előre tolom a kezem, úgy, ahogy Patrik azt kérte. A papcsók megint bohóckodik, és megyünk rá arra a vonalra, ahol egyébként 8 vágtaugrást kellett volna csinálnunk, vagy pedig 9 kisebbet. Sajnos a két akadály között kezdtem el tolni, úgyhogy abszolút nem jött jól a távolság, és ezért a 6-os akadályt levertük. Innentől kezdve egy kicsit bomlottunk, ha lehet ezt így mondani. Megint csak nagyon szépen előre tolom a kezeimet. És itt jön egy rossz távolság, ami után sajnos az utolsó akadály is rossz távolságra jön ki. Ettől függetlenül borzasztó büszke vagyok a lóra, és ezt nem tudom elégszer elmondani. Annyira pozitív élmény volt ez a mai, hogy tényleg fülig ér a mosolyom, és abszolút 100%-ban meg vagyok elégedve magammal is, és vele is. Nagyon remélem, hogy ugyanilyen lendülettel és sikerrel fogjuk újrakezdeni a versenyzést, amint erre lesz lehetőségünk. Ugyanígy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis vlog videó, és remélhetőleg a hétvégén találkozunk. Sziasztok!